Kicsit felfordult a világ 2020-ban, az új típusú koronavírusnak köszönhetően. Március végétől 3 hónapig országos karantén volt Szlovákiában. A helyzet kicsit javult a nyár folyamán, de itt vagyunk a második hullámban. Október 1-től 45 napos szükségállapotot hirdettek az államban. Lássuk, mit gondolnak az emberek a koronavírusról. A helyzet felettébb érdekes időket élünk. A koronavírus helyzet most sokkal erősebb vagy rosszabb, mint annó tavasszal, de lehetne ennél sokkal rosszabb. Szerencsére még nem vagyunk Észak-Olaszország, mint annó tavasszal. Hát elég sajnos, hogy olvassuk a interneten, újságokban, tévében lássuk, hogy itt is vannak fertőzöttek, meg vírus van, és hogy vészhelyzet van, hogy mindenkinek muszáj ezt a maszkot hordania. Elég érdekesen oldották meg ezt a helyzetet a szlovák minisztérium, úgyhogy ez a határlezárások egyik pillanatban még megengedik, aztán nem, és szerintem itt a utcán lévő maszkviselés is olyan lényegtelen, de próbálkoznak azért. Hát szerintem eléggé kaotikus helyzet. Nem tudom igazából, hogy miért fújják föl ennyire, szerintem nincs ekkora járvány, mint amekkorának ezt mondják. Én őszintén nem nagyon látok vele problémát, szerintem egész ügyesen próbálják oldani a politikusok, néhol kissé túlerős szabályokat hozva, gondolok itt a 10-es zárásra, hiszen hogyha már nyitva van egy hely, akkor mindegy, hogy mikor zár szerintem. Nem nagyon hiszem el ezt az egészet, mivel úgy gondolom, hogy jobban ez inkább ilyen kitaláció, így próbálják az embereket befolyásolni, és ezáltal próbálják őt irányítani. Elhiszem, hogy tényleg vannak járványok a világon, de az, hogy egyes vírusok, hogy ennyit megfertőzenek, és ennek akkora cipőt csináljanak, mármint a média által, azt nem tudom elhinni. Jó van, például ottan a Spanyolországban is, vagy a olaszoknál is volt ez az egész. Jó van, lehetett, elhiszem, de akkor például nyáron hol volt? Miért nem volt belőle semmilyen nagy hír? És aztán 1-től szeptembertől pedig újra megjelent. Szerintem a többsége azt gondolja, hogy nem létezik. Mivel annyi mindent tudunk róla olvasni a interneten. Nagyon sok mindent. És szerintem sem létezik, mert ami betegség van, már mindenkire ráfogják, hogy koronavírusos, pedig nem az. Mert olvastuk, lássuk, halljuk, nem az. Azelőtt is volt influenza, és most fog jönni, ugye, télen a influenza szezon. Akkor majd mindenki koronavírusos lesz. Hát én nagyon szomorú vagyok, mert azt hittem, hogy ez a második hullám nem lesz olyan hatalmas, hogy sokan vannak pozitívak, és valaki azt mondja, hogy nem gond, de szerintem addig nem gond, amíg valaki nem kerül be a kórházba, és netán meghal. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, úgyhogy én félek a vírustól, és vigyázok magamra, a családomra. Hát az a észrevételem, már sokat vagyok utcán a kutyával, hogy főleg a fiatalok nem veszik komolyan. Én már egy ideje kint is mazuba vagyok. A lépcsőházban még elejétől, mert oda is mindenféle idegenek járnak, nem tudhatom, hogy a liftbe kiment előttem. Hát a maszkkal kapcsolatban meg sajnos az meg eléggé, mondjuk ott is egész nap abban vagyunk. Hát nem a legkönnyebb, de azért iparkodik az ember, hogy sőt, aki maszkkal nélkül jön be oda üzletbe, rá szólunk, hogy tegye fő, vagy vegyén ottan lehet vásárolni. Hát nehéz, mondjuk például nekem is ilyen aszmaféle van, és nehéz a levegőt szedni. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogyha most rajta lenne, vagyis ha rajta van az orromon, ugye, akkor beszívom azt a levegőt, ugyanúgy visszaszívom, és ez nem egészséges. És pláne olyan embereknek, akik asztmások, én is asztmás vagyok. És én sem tudom 12 órán keresztül ezt így hordani a munkahelyemen. Mert lehetetlen, lehetetlen. Az emberek rosszul vannak tőle.
Nagyon is zavaró tényező én szerintem, mivel mindig maszkot viselni, főleg én szemüveges vagyok, nekem ez eléggé zavaró tényező, és mivel például most ilyen időnkben kint hideg van, benne még meleg helyre bepárásodik, de amúgy is beszokott, de most duplán. És úgy vagyok vele, hogy így is úgy is bárki megfertőződhet, hogy akár maszkot visel, akár nem. Hát a kültérivel nem értek egyet, mert szerintem megtartják azok az emberek a távolságot most egy ilyen nagyobb városban, hogyha most többen vannak például a szemaforoknál egymás mellett, akkor ott érthető. De alapból, hogyha valakinek olyan tünetei vannak, karanténba kéne maradnia otthon, mert van annyi az önbecsülése, hogy nem akarja többieket megfertőzni. A beltéren az megérthető, az érthető. Én betartom, mert szerintem valamilyen módon véd a többi embertől, meg másokat is, de igazából most van egy ilyen vászon az arcomon, azon ugyanúgy átmegy a levegő, átjön. A vírus kisebb, mint egy, nem tudom én, akármi. Szerintem muszáj, hogy legyen valami minősége a maszknak, hogy nem egyszerű rongy, és kell hordani szerintem. Úgy, ahogy megmondanak, higiéna, ahogyan megmondja, azt kell betartani. Igazából szerintem ez szükséges rossz. Abból kiindulva, 100 évvel ezelőtt lövészárokban harcoltak az emberek, és a mustárgáz marta a tüdőket, és gázmaszkban futkostak. Ez a kis maszk, amit mi hordunk, szerintem elviselhető. Tak nerobíme to zase nejaký osobný problém. Do obchodu si dám rúško a nerobíme to problém. Hát kellene, hogy viseljék, mert valami csak véd. És fölöslegesen nem maszkálok, társaságba abszolút nem megyek, egyedül élek amúgy. Majd a lányomhoz fogok menni novemberben, megint nára leszek. Erről nem is hallottam, hogy ez a szükségalapot lesz. Annyira nem nagyon nézem a híradót, de szerintem remélem, hogyha nem fogok akadályozni abban, hogy én eljárjak edzésekre és iskolába, akkor nem fog zavarni. Ugye én egy katolikus médiumnál dolgozom, ezért felmerült az esélye, hogy a szentmisék megszűnnek. Aztán szerencsére tisztázódott, ezért nem kellett azt csinálnunk, mint tavasszal, hogy online streamelünk szentmiséket. De erre is fel vagyunk készülve, bármit hozhat a jövő. Az emberek félnek, nagyon félnek bejönni. Én étteremben dolgozok, és nagyon félnek bejönni emberek. Úgyhogy a Matovics úr szerintem ezt jól gondolta, mert ha most nem zárja be az éttermeket, meg a többit, akkor az éttermek rá lesznek arra kényszerülve, hogy bezárják, ugye? Mert az emberek nem fognak menni, és akkor mégiscsak csődbe mennek. Úgyhogy ezt szerintem így gondolta ki. Som futbalista vlastne tu v Komárne teraz a našťastie nám nezrušili zatiaľ zápasy a tieto veci, čiže za to som rád a neoprimňujem ma to v práci. Edzőtermeket is. Nyitva vannak, nincs fertőtlenítve. Nincs kellő távolság a tornázók között. Én se járok jógára ezért. Mert a boxolók termében van, kijönnek izzadtan, mi meg bemennénk. Hát az nem lehet. Inkább nem megyek. Gyalogolni járok a Vághoz. Nordic walking. Jó levegőre.